Jó reggelt kívánok! Egy mai rendkívüli testületi ülésünkön egyetlen egy napi rendi pontunk van. Monostori Ernő, Sági György és Szejt Zsolt nincsenek jelen, és a jegyző úr helyett a aljegyzőasszony van. A napirendi pont mindenki előtt ott van, döntés a helyi választási bizottság póttagjainak megválasztásáról. Aki ezzel egyetért, az kérem az igen nyomja. Hat igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. Mutatja most? Mutatja, jó. Nem tudom, hogy tudja-e mindenki, hogy a Pest megyei Roma önkormányzat december 11-én lemondott, és a közeljövőben meg kell a március 20-án lesz a választás, és mivel a Pátyon működő választási bizottságnak egy póttagja januárban lemondott, ezért most célszerű póttagot választani, és rögtön nem egyet, hanem többet, hogyha bármi adódik, akkor legyen kihez fordulni. Mindenki előtt ott van az előterjesztés. Kérdezem, hogy van-e valakinek esetleg más javaslata, vagy valami észrevétele? Somogyi Farkas Tamás. Köszönöm szépen, csak egy olyan kérdésem lenne, hogy ezek között a pótok között van valami sorrendiség, hogy ki lép be, hogyha valaki kiesik? Várjál, először így, és akkor ott a mikrofont kapcsolatban. Nincsen sorrendiség. Tehát mindegyiknek van elérhetősége, mi előzőleg egyeztettünk velük, úgyhogy tudják vállalni ezt az egész napos elfoglaltságot, akár akkor is, ha reggel 5:30-kor derül ki, hogy valaki kiesik. Tehát akkor ilyenkor ilyen riadólánc formájában jelezzük, sorrendiség nincs. Jó, van még Szabó István, parancsolj. Én csak azt szeretném kérdezni, hogy ez azt jelenti, hogy most március 20-án itt lesz egy választás a Roma önkormányzatnak? Így van, ez a Pest megyei területi választás lesz, tehát nem a helyi Roma önkormányzatot választjuk, hiszen az jelenleg is működik, hanem a területi listára lehet szavazni. Két jelölő szervezet vesz részt majd ezen a választáson, és nem itt történik maga a számlálás, hanem a területi választási bizottságnál. Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése? Nincs, akkor szavazzunk a határozati javaslatról, aki egyetért ezzel a négy hölgy jelölésével. Hangozom már a nevét. Igen, Keleti Katalin, Németh Tiborné, Szalainé Pintér Boglárka és Iván Klára. Aki egyetért ezzel a négyel, azt kérem szavazzon. Hat igennel elfogadtuk. Köszönöm szépen. Ezzel a mai rendkívüli ülést bezárom.